Mindenki táncolt. Felvonulás, koncertek és fesztiváli hangulat jellemezte az Erakli rendezvényét. Választások 2024. A Jobbik konzervatívok tartott fórumot pénteken a Deák téren. Országos döntő Kanizsán. A legjobb fiatal kötélugrók mérték össze tudásukat a Tószuram csarnokban. Jó estét kívánok, Szabó Fanni vagyok. Ez a Kanizsa TV híradója június 3-án hétfőn. Jöjjenek a részletek! Fesztivál hangulat uralkodott Kanizsán a hétvégén. A kétnapos tánc karneválon a város valamennyi csoportja fellépett az Erzsébet téren és az Ady utcán, de az ország több pontjáról is érkeztek táncosok. A szombat délutáni felvonuláson több mint 800-an vettek részt. A tánckarnevál nem csak a környéken, hanem az országban is egyedülállónak számít, hiszen két nap alatt több mint 800 táncost láthatott a kanizsai közönség. Ugyan a rendezvény már pénteken délben elkezdődött, a hivatalos megnyitót délután tartották, és ahogy Balogh László polgármester fogalmazott, Kanizsa a tánc fővárosa is. Később ismét a fellépők vették birtokba a színpadot. Elsőként a Szikrák táncegyüttes növendékei adtak műsort. Ez a mi városunk, és itt mindig ugyanolyan jó érzés fellépni, és büszkeséggel tölt el, hogy Kanizsán van egy ilyen nagy volumenű rendezvény, ahova természetesen minket is meghívnak, és ez nagyon sok örömmel tölt el bennünket. Pénteken délután már az Ady utcában is karneváli hangulat uralkodott, ahol a Kanizsa Szalsza táncosai invitálták közös mozgásra az érdeklődőket. Egy-egy ilyen fellépés vagy egy fesztivál óriási élményt ad, óriási adrenalin löket, és jó ide kiállni és megmutatni nem csak a tudásunkat, hanem azt, hogy mi egy csapat vagyunk. Az esti koncerteken a kezek helyett az esernyők emelkedtek a magasba, de a legelszántabb fesztiválozókat ez sem tántorította el. Péntek az én napom, a testem a zenére hangolom, meg egy jó ital, amit szűrcsölök, minek is kéne több, hey, hey, hey! Szombaton már kegyes volt az időjárás a táncosokhoz, így délelőtt ismét zenétől volt hangos a város főtere. Az esemény fő műsorszáma a karneváli felvonulás délután 3 órakor indult, ahova a helyiek és környékbeliek egyaránt kilátogattak. Minden évben ki szoktunk jönni megnézni a táncosokat, mert tetszenek, meg jó ez a program. A táncosok a Teleki Rózsa utca kereszteződésétől indulva, autókkal és kamionokkal együtt, egészen az Erzsébet térig vonultak, ahol Lexikov Csaba minden résztvevőnek köszönetet mondott, és elégedetten értékelte a fesztivált. Egy olyan táncfesztiválon, egy tánckarneválon vagyunk túl, ami bebizonyítja azt, hogy ténylegesen ennek a városnak nagyon nagy táncos kultúrája van, és a táncosoknak igényük van erre a rendezvényre, és nem utolsó sorban. Az embereknek, akik eljönnek és megnézik a táncosokat, őnekik ez egy kikapcsolódás, egy felüdülés, és tetszik ez a program. A felvonulás után ismét két helyszínen folytatódott a karnevál, és ahogy a pénteki, úgy a szombati napot is a sztárfellépők műsora zárta. Újabb családregénnyel jelentkezett az egykori kanizsai fogorvos. Polgár József immár a 18. kötetét mutatta be az érdeklődőknek pénteken a Honvéd kaszinóban. Az írásban ezúttal a fikció és a valós múlt jelenik meg, tudtuk meg a szerzőtől. A kitalált és valós családi szál mellett a regényben a magyar történelem 5 sorsfordító eseménye kap fő hangsúlyt. Ezek a honfoglalás, a Rákóczi szabadságharca, 48-as történések, Trianon és az Európai Unióhoz való csatlakozásunk. A természetben van egyfajta körforgás, amely megtalálható a történelemben is, ezért lenne fontos az események helyes ismerete, megértése, megfigyelése, véli a szerző, akinek legújabb kötete a Múlt korból címet kapta. Összességében én ott teszem föl a kérdést, hogy a magyar politikus például, vagy döntéshozója, aki ebbe bele tud szólni, az adott pillanatban hozhatod volna-e más elhatározást, és ha igen, ez miben változtatta volna meg a magyarság sorsát. Sztómaterápia néven rendeztek beteg találkozót és előadásokat a Halis István Városi Könyvtárban.
Péntek délután a bélbetegségekkel küzdők mindennapjairól, valamint a lehetséges kezelésekről is hallhattak a résztvevők. A rendezvény létrehozásában Kozma Viktória sztómaviselő, valamint a nagykanizsai Kanizsai Dorottya kórház vettek részt. Brünner Szilveszter, a kórház főigazgatója hangsúlyozta, az utóbbi években egyre gyakoribbak azok a bélbetegségek, amelyek a sztómához vezetnek. Ez adott okot arra, hogy a témát több szempontból bemutató délutánnal készüljenek. Az a célja, hogy ezt a speciális területet egy kicsit közelebb hozzuk azokhoz, akik főleg olyan emberekkel élnek együtt, akik sztómaterápiában részesülnek, meg megpróbáljuk a laikusoknak egy kicsit elmondani, hogy miről is van szó. Ez egy nagyon speciális terület, és nagyon speciális előadásokkal is próbáltunk készülni. Az előadók között volt például sztómaterápiás nővér, dietetikus, egészségügyi szakjogász, valamint sebészorvos is. Klenovics Mónika, jógaoktató Keszthelyről érkezett a Kanizsai Könyvtárba. Rengeteg személyes tapasztalattal rendelkezik a témában, hiszen már 32 éve sztómaviselő. Prezentációjában a jogával való kapcsolatáról mesélt, ami nagyban segítette a betegséggel való együttélését, valamint egy fontos üzenettel is készült a hallgatóságának. Hogy nézzünk úgy a betegségünkről, ez egy lehetőség, az egy út, egy jobb minőségű élet felé. Én azt gondolom, hogy valahol egy ilyen áruhában megbújt áldás van benne, mert aki egészséges, az nem is tudja, hogy milyen az, amikor egy mély pontból jön ki, és szerintem nem is értékeli úgy az egészségét. Mi, akik megjártuk a poklokat, és onnan jöttünk ki, mi nagyon tudunk örülni, és nagyon tudjuk élvezni, és értékelni ezt a kincset, ami valójában az egészségünk. A szervezők és a vendégelőadók is eltökéltek azzal kapcsolatban, hogy a jövőben több hasonló programmal készüljenek, hiszen egyre növekszik a témában érintett betegek száma. A rendezvényről hosszabb összeállítást láthatnak egy későbbi magazin műsorunkban. Utcafórumot tartott a Jobbik Konzervatívok pénteken délután a Deák téren. Az eseményen részt vett Róna Péter, EP listavezető és Gyöngyösi Márton pártelnök is. A politikusok álláspontja szerint a vasárnapi választások Magyarország-Európai Uniós jövője szempontjából is kiemelten fontos. 5 programpont alapján foglalta össze politikáját Róna Péter, amelyben szerepet kap a magyar és az EU-s bérszintek egymáshoz közelebb hozása, az önkormányzatiság visszaállítása és a helyi közjogi rendszer helyreállítása. Sarkalatos tételnek számít szerinte hazánk Európai Unióban betöltött szerepe is, hiszen, mint mondta, a kormány elérte, hogy Magyarország a kilépés határára kerüljön. Orbán Viktor saját maga mondta, hogy szerinte Magyarország feladata az Európai Unióban az, és idézem, hogy mi legyünk a homok a gépezetben, a tüske a köröm alatt, és a bot a küllők között. Hát az Európai Uniónak nincs igazán szüksége se homokra, se tüskére. A Jobbik Konzervatívok országjárásának célja, hogy alternatívát kínáljon a jelenlegi politikai helyzetben, és olyan jelöltet mutasson be, aki nem hangzatos ígéretekkel kampányol, hanem egy szakmai életutat is fel tud mutatni. Hangsúlyozta Gyöngyösi Márton pártelnök a nagykanizsai eseményen. Nemzetközi kapcsolatrendszerrel is rendelkezik, nyilván politikai feladatot vállalt, de szakmai életútja van, vezetett már bankot New Yorkban, tanított az Oxfordi Egyetemen, mind a mai napig egyébként ott tanít, van mögötte egy élettapasztalat. Berta Krisztián szerint pozitívabb előjelekkel várják az önkormányzati és az EP választást is az ellenzéki jelöltek, mint 2019-ben. A kanizsai képviselő hangsúlyozta, Róna Péter bejutása az Európai Parlamentbe az önkormányzatok számára is pozitív eredményt hozna. Róna Péter egy konkrét keretösszeget, tehát egy keretet szeretne kidolgozni, amiben nem meghatározott célok mentén tudna mondjuk Nagykanizsa pályázni, hanem adott összegekig gyakorlatilag bármire. Útfelújítás, akkor útfelújítás, ha járda, járda, ha épületkarbantartás, épületkarbantartás, tehát ez az egyik legfőbb opció. Róna Péter nem fogalmazta meg, hogy milyen konkrét eredménnyel lenne elégedett a választásokon, de az a kimondott célja, hogy a bejutási limitnek számító 5%-ot elérje a Jobbik Konzervatívok. Az elmúlt napokban Nagykanizsára látogató EP lista vezetőkkel bővebb interjút láthatnak egy későbbi műsorunkban. Most pedig nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Új trafibox a városban. Ezúttal a Balaton utcára szerelték ki a szerkezetet, amely néhány héten belül áll munkába. Országos döntő Kanizsán. A legjobb fiatal kötélugrók mérték össze tudásukat a Túszram csarnokban.
Új trafiboxot telepítettek a Balaton utcán. A közösségi médiában vegyes fogadtatást kapott az eszköz. A fejlesztés mellett a szakaszon történő gyakori közúti balesetek, szabálytalanságok miatt döntött a városvezetés. A sebességmérő hivatalos működését a következő hetekben kezdi meg a rendőrség ellenőrzésével. Az új trafibox felállítását nagyjából egy éve kezdeményezte Bodó László önkormányzati képviselő. A szerkezetet 6 hónap alatt készítették el, valamint a gyártó elfoglaltsága miatt csupán mostanra sikerült kihelyezni. A helyszín kiválasztásában szakemberek is részt vettek. Ez a Balatoni utca minőségében még jónak mondható, viszonylag egyenes és nagy sebességgel közlekednek, főleg az esti órákban az autósok. Történt már itt komoly, súlyos baleset is, maradandó károsodást okozott, illetve megkérdeztük a rendőrség, a taxisok, a buszsofőrök, tehát a közlekedési szakembereknek a véleményét. A folyamat lezárására még várni kell, hiszen különböző munkálatok, például az elektromos csatlakozás megoldása még hátra van. A képviselő hozzátette, számos tévhit is felröppent a fejlesztéssel kapcsolatban, leginkább a politikai kampányidőszakra hivatkozva. Zömében a jó érzésű emberek azt mondták, hogy szükség van, és pártolták, és helyeselték a kijelzését, de voltak olyanok is, hadd nem mondjam, aki mocskolódó stílusban szitták az ilyen városunk frakcióját. Felesleges, ez csak kampányfogás, a kampány után leszereljük, minek ide rossz minőségű az út, nem is volt itt gyorshajtás. Tehát mindenképpen szeretném megcáfolni azokat a híreszteléseket, hogy ez kampányfogás. A képviselő hangsúlyozta, a rendőrséggel folytatott egyeztetések alapján a város számos más területén is szükség lenne hasonló eszközre, Nagykanizsa belterülete mellett akár Bajcsán vagy Miklósfán. A Bodó Lászlóval készült teljes interjút megtekinthetik mai Napi Kanizsa című műsorunkban. Különleges előadással folytatódott a vendégségben a Kanizsa Big Bandnél koncertsorozat, hiszen a házigazdák egy régi barátot fogadtak szombaton este. Berkes Dániel magánénektanár 10 növendékével együtt érkezett a Honvéd kaszinóba. Az ország szinte minden profi jazz zenésze megfordult már a zenekarnál, fogalmazott Vámos Béla, a Kanizsa Big Band vezetője, aki 20 éve indította el a koncertsorozatot. Ez idő alatt mintegy 40 előadást bonyolítottak le. Kiemelte, a szombati esemény különlegesnek számított, hiszen csak nem egy évtizedes barátság fűzi Berkes Dánielhez. Kisegítettünk mind a ketten a szombathelyi Big Bandbe, együtt muzsikáltunk, onnan az ismerettség, és hát együtt utaztunk, aztán meg a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházba is ő tanít éneket, és én is sokat játszom a színházba, innen is az ismerettség, meg a barátság. És hát látom, hogy folyamatosan kitűnő növendékeket nevel ki, akik különböző országos versenyeken szép eredményeket érnek el. Az előadás sok felkészülést igényelt az énekesektől, hiszen ahogy azt Berkes Dániel elmondta, az elmúlt hetekben minden szombaton közösen próbáltak a zenekarral. Én nagyon örültem neki, illetve a gyerekek is. Egyrészt óriási dolog az, hogy egy ekkora zenekarral énekelni. Más részről nem tudom, hogy a közelmúltban biztos, hogy nem volt ilyen, hogy két zeneiskola között ilyen esemény létrejött volna, hogy meghívnak külön egy tanszakot, és úgymond a két zeneiskolának az erősségét együtt tudjuk sikerre vinni. Yes, you love me, with your smile so warm. Ismert jazz-standardek és pop átiratok csendültek fel az este során. Berkes Dániel hozzátette, ők elsősorban nem ebben a műfajban dolgoznak, így ez az előadás nagy kihívást jelentett számukra. 27, köztük több külföldi alkotó érkezett Kenli Majorba, a 32. Ludwig Nemzetközi Művésztelepre. A résztvevők 2 héten át dolgoznak majd együtt, de egy közös galéria látogatásra is ellátogatnak. Az esemény megnyitóját vasárnap este tartották. Pontosan 25 éve mondtuk ki először, hogy a művésztelepet megnyitjuk.
idézte fel a kezdeteket Ludwigné Tihanyi Klára, a Ludwig Nemzetközi Művésztelep szervezője. Az elmúlt években 34 országból több mint 200 művész vett részt a rendezvényen, azonban idén a háború miatt jóval kevesebben, 27-en érkeztek. Ludwigné Tihanyi Klára kiemelte, a Kendli Majorban készült alkotásokból mára egy nemzetközi szintű gyűjtemény állt össze. Én mindig úgy fogalmazom meg magamnak, meg most már kifele is, hogy a Ludwig Nemzetközi Művésztelep gyűjteményébe tartozni, vagy benne lenni képpel, alkotással, az ma már jelent egy rangot. Mert egy nagyon-nagyon széleskörű nemzetközi gyűjteménybe került be az, aki itt hagyta az alkotását, aki itt alkotott. Az alkotók közül többen évről évre visszatérnek, Györfi András pedig a kezdetektől részt vesz az eseményen. Mint mondta, sokat változott a művésztelep, de büszke arra, hogy alapító tagja lehet a közösségnek. Amíg lehet, addig eljövök, amíg az egészségem, az erőm teszi, és azzal a itt hagyott képekkel támogatom az ő erőkifejtéseiket, erőfeszítéseiket, hogy mindig ugyanolyan, vagy legalább ugyanolyan, vagy még jobb színvonalon tudják megcsinálni a művésztelepüket. Élni, ha fáj, és sírni, ha fájna, mi a varázsban, még a parázsa, mégsem akarja, hogy betakarja, lassú nyása, lassú nyása. A vasárnapi ünnepségre a hagyományoknak megfelelően Nagykanizsa város vegyeskara készült egy műsorral, majd a megnyitó után elkezdődött a két hétig tartó közös munka. Az országos kötélugró diákolimpia döntőjét rendezték a hétvégén a Tungsram csarnokban. A kétnapos eseményre 13 vármegyéből több mint 400-an érkeztek, köztük 12 kanizsai versenyzővel. Az esemény az Oktatásért Felelős Minisztérium és a Magyar Diáksport Szövetség szervezésében valósult meg, és összesen 439 fiatal versenyzett. Zalából a kanizsai sportolók mellett Zalaegerszegről is több csapat érkezett. Tótné Vágó Alexandra, a szandiások vezetőedzője elmondta, a megmérettetést komoly felkészülés előzte meg. A kötélugróinkkal egész évben edzünk, ilyen heti 2-3 edzés van, versenyszámokra készülünk, van nekik gyorsági versenyszámok és egy szabadon választott gyakorlat, úgyhogy ezeket kell teljesíteni, és így áll fel a verseny. A döntőn 12 kanizsai kötélugró vett részt, köztük a világbajnok Csermák Anna. A délzalai tehetség párosban és egyéniben is indult. Mi még nem versenyeztünk, mert mi csak délután kezdünk, viszont a többiek már két kisebb lány lement. Ők szerintem nagyon ügyesek voltak, lett volna bennük több, de nem vált minden jól egy nap, úgyhogy szerintem jó így. Szilovics Fanni óvodás korában kezdte a kötélugrást, és ez a verseny is nagy élmény volt számára. Szerintem egyébként nagyon jól kezdődött el ez az egész verseny, nekem nagyon tetszik így az egész hangulat, hogy ennyien vagyunk, nagyon-nagyon sokan jöttek el, és nagyon jó érzés látni, hogy tényleg ilyen messziről, meg nagyon sok helyre átjöttek hozzánk, illetve tényleg nagyon sokat készültünk erre, már hónapok óta erre gyakoroltunk, úgyhogy szerintem reméljük meg lesz az eredménye. A hazai indulóktól megtudtuk, a legfőbb céljuk az volt, hogy dobogós helyezést érjenek el. A verseny pontos eredményeit elolvashatják a Kanizsa Médiaház honlapján. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Mindenki táncolt! Felvonulás, koncertek és fesztiváli hangulat jellemezte az Erakné rendezvényét. Választások 2024. A Jobbik konzervatívok tartott fórumot pénteken a Deák téren. Országos döntő Kanizsán. A legjobb fiatal kötélugrók mérték össze tudásukat a Tungsram csarnokban. Ez volt a Kanizsa TV híradója június 3-án hétfőn. Érdemes lesz velünk maradni, hiszen jön Vince Adél magazin műsora a Dombvidék. Hírénket megtalálják honlapunkon a kanizsamediahouse.hu oldalon. Köszönöm a figyelmet, további szép estét kívánok, viszontlátásra!